Hello, sziasztok! Üdvözöllek titeket a következő restaurálós CMS videóban. Nos, hát ugye a címből látható volt, hogy ugye most ezt a Sixon Sebolyont fogjuk megnézni, 2003-as autó, és annak ellenére, hogy korábban arra tippeltem, nem tudom honnan, hogy Toyota Sericára hasonlít esetleg az autó, ez elvileg egy Hyundai Tiburon, hogyha lehet hinni így a Authentic Car Names 5-lainak, illetve a leírásának. És de egyébként utána nézve meg így rákeresve, googlizva az autóra, tényleg ez egy Hyundai Tiburon. Ugyanúgy 2003-as volt talán az a széria is, amit ugye így láttam Google-on. Viszont az a durva, hogy személyesen, tehát így élőben ezt az autót sose láttam. De tényleg, nem is hallottam róla. Úgyhogy ez egy érdekes autó lesz ebből a szemszögből, mert tényleg sose futottam még bele, vagy csak nem figyeltem, de lehet, hogy nagyon ritka is Magyarországon az az autó. Hát ki tudja. Na, minden esetre 2003-as, 118 000 kilométer van benne. Hát ha azt veszük, hogy most ez egy 20 éves autó, ez mondjuk még talán még jó is. Eléggé korrekt futott kilométernek mondanám, egyébként egy 20 éves autónál. Sőt, főleg azért is, mert mostanában ugye egy 10 éves autót nézel, mondjuk nem tudom, használt autón vagy valahol, akkor is az bőven ilyen 100-120, ha nem többel van meghirdetve, szóval teljes mértékben elfogadható. Alig másfél tonnás, viszont 18-as gyári a felni méret? Na, az már érdekes, bár az is lehet, hogy itt azért, mert hogy ilyen nem standard car version-ünk van ott, lehet, hogy mondjuk 16-as lenne, meg mondjuk így ránézésre is ez inkább egy ilyen 17-es környéke, meg talán kinézhető a 18-as, de az, hogy hozzá viszont egy 40-es profil méret az elég szép. Amúgy mondjuk a teljesen jó, mert 19-esre nálam is 35-ös volt, szóval az teljesen jó. Na nézzük, ezt Ronstelepről szereztem, még a franc tudja, hogy mikor. Jelenlegi szín az kék, és a gyári is ugyanaz volt szerintem, bár lehet, hogy most itt egy kicsikét így bezavar, hogy a háttérben változik a fényerő, de szerintem ugyanaz a színja. Hát viszont totálisan roncs az autó, tehát basszus, a karosszéria az semmi, mondjuk többnyire hiányzik is az alkatrészek. Alváz 13, többi meg említésre sem méltó. Hát igen, tehát karosszéria az teljes, egy ajtó, oké, egy ajtó megvan, meg egy hátsó ablak. Semmi más. Meg a visszapillantó. Minden más hiányzik. Legelőször meg is nézzük akkor szerintem a shopban, hogyha már itt vagyunk, hogy van-e. Nincs, de van. Vannak extra alkatrészek, Franco aftermarketesek. Hát, hogyha már nem standard verziós autónk van, akkor szerintem egyértelmű, hogy itt ezekkel fogunk tovább menni. Meg is nézzük ezt a szép kis tuningolt lökhárítót, lámpát. Ó, spoileres, csomagtartó, nagyon jó. Külön lehet rá spoiler tenni? Lehet. Akkor viszont itt még, itt bezzeg ennyi lehetőség van. Tehát, hogy még a csomagtartót is, hogyha lecseréled, a csomagtartón van már alapból egy külön spoiler, de egyébként meg az alapcsomagtartóra még rá tudsz tenni. Egyébként szerintem lehet, hogy itt most tudnánk mixelni is, mint a ilyen GTA modokban még régen, mikor a Evo-ra a 6 darab spoilert egybe raktam föl, és az úgy nézett ki faszán. Nem a GTA 5-ben, hanem még talán a Vice City-ben, vagy a San Andreas-ban lehetett ilyen hülyeségeket csinálni, hogy egyszerre több spoilert felrakni. Már nagyon régen volt, nem emlékszem már rá. Na, kezdjünk is neki szépen akkor. Először is mossuk le, mert kibaszott koszos, ahogy elnézem. Illetve szerintem majd még itt szórakozunk azzal is, hogy a rozsdát azt így maximumra ráengedem. Most 13% az egyébként úgy azt mondanám, hogy úgy elfogadható szint. Ugye a reprezentálásban legalábbis, tehát bár egy, hát nem tudom, nem mindegy. Engedjük rá viszont akkor a debug menüvel szerintem a maximumot. Aha. Érdekes, hogy az alsó rész ott a küszöb az semmi. Tehát a küszöbön semmi sem jelenik meg. Másik oldal se? Ott se. Fura. Pedig nem levehető alkatrész, meg ilyenek, tehát, de még sincs rajta semmi rozsda. Pedig egyébként a küszöb szokott a leghamarabb elkezdődni rozsdásodni, szóval
Fura, na mindegy, menjünk tovább. Először is nézzük meg akkor ezt a motort. Ja, hát meg igen, milyen motorok vannak, mi van benne. Van lehetőség, igen, de viszont a BFM van neki alapból rakva, és azt hiszem az a legerősebb is az összes közül, úgyhogy azt szerintem marad is, de egyből meg is vesszük, csak hogy spóroljuk az időt, mivel a BFM-et is már nem egyszer összeszereltük, úgyhogy egybe megvesszük szépen. Ja, oké. Mi van még itt? Technő szerencsére nincs, úgyhogy olajat nem kell engedni. Hát egy radiátort mindenképp cserélünk. Van még itt egy légszűrő. És semmi... Ah, igen. Itt még hiányzik egy-két dolog. Ha már itt vagyunk, akkor ezt is szépen ki is cseréljük. Hát ugye látom, tartályok is mindegyike hiányzik. Egy ABS is hiányzik. Nem tudom, hogy kíváncsi ezek motorvezérlő van. Ah, van egy darab. Nézzük, A, nem, B típusú. Egyem a szívét, hogy pont egy B kellett neki. Azt mondja B. Csak az small intercoolert azt meg majd, hogyha megemeltük. Jó, egyelőre akkor ez így meg is van. Tegyük rendbe akkor itt az alvázat. Aztán gyorsan így beáteret, mert az előző videóban totál elfelejtettem. Az volt végül az utolsó, amit megcsináltunk. Igen, és akkor nézzük a egyéb dolgokat. Motorháztetőnk az van, lámpánk az is van, egyértelműen szép aftermarketest. Első lökhárító, op, ez nincs. Na igen, itt a csomag, és látszik a csomagtartó. Az most is ez a spoileres volt. Ó, oh, hát ez viszont igen, eléggé miniatűr. Ops, na mindegy, most vettünk még egy darabot. Jó. Ja, és a másik oldal, azt se felejtsük el. Nem ám kirepül az anyós. Miközben driftelünk. Jó. Oké. Mi van még? Mit is akartam? Ja igen, a spoilert akartam megnézni, hogy vajon... Aha, beszarsz. Oké, jó, tehát ezt így lehet mixelni. ez fasza lesz. Vegyünk egy spoilert, csak ugye poén kedvéért. Azt mondja, a szokásos kedvencet. Csak azt mondjuk neki, hogy... Aha. Hát igen, ez eléggé... hát ez így igénytelen, hogy ott van alatt a másik spoiler. Én azt mondom, hogy mivel a kicsi az rohadtul szar, tehát ez nagyon minimális, ez igazából nem is kéne. Tehát ez egy akkora spoiler, hogy ez semmit nem ér, ez az alsó. Mert hogy őszintén nálam is mondjuk egy ilyen kisebb spoiler van az autómon, de az legalább egy gyári spoiler egyébként, ami alapból néhány verzióban alapból hozzáadják az autóhoz. De azért az legalább olyan középmagas. Olyan középmagas. Úgyhogy szerintem megvesszük a gyári... Na, légy szíves, kapcsolt ki a lámpát. Na, bazd meg, mi van már? Nem tudom kikapcsolni a lámpát. Na végre. Haszom. Azt mondja, akkor ezt le is vesszük így, ahogy van. És megveszem a sima...
Hol is van? Itt van. Sima csomagtartót. Berakjuk a simát. Ugye ez itt a spoileres, ez a sima, igen. Hozzá szépen az ablakot. És akkor inkább, ha már így vagyunk, akkor ehhez tesszük pluszba a spoilert. Ja, egy picit azért tűrhetőbb, egy fokkal, kicsit jobban néz ki, sportosabb. Jó, na, jöhetnek akkor a mechanikai részek. Futómű, meg a motor. Nem tudom, motort nem tudjuk kiszedni esetleg véletlen? Hát persze, hogy nem, mert a tengely, az első tengely tartja. Látszik első kerekes az autó, úgyhogy emeljük is fel teljesen inkább. Gumiméret azt hiszem, ja igen, az 1 volt, ja akkor 1, 2, 3, 4. Mindegyikből szépen. Az egyik oldal meg is van, elég hamar szétszerelhető, szerencsére. És akkor még ezeket kellene még itt megvenni, illetve ezt. Ja, meg az intercoolert, azt igen, azt ne felejtsük el. Legalábbis a kisebbik darabot. Ugye ez ráadásul hiányzó, úgyhogy ezt gyorsan pótoltuk is, ezt a részt pedig akkor most már csak szét kell szedni. Jó, ez meg is van, akkor jöhet a hátsó. Kerekek megvannak, azzal már nem kell foglalkozni. Az a kettő is. Basszus, ezt a hátsó részt egyébként nem szoktam szeretni, annyi alkatrész van, több van basszus, mint elől. Na, és van az oldal is pont kettő van. De nem ugyanaz a kettő volt a osdás. De vicces, hogy pont ezen is itt
kettő darab volt, mint ahogy a másik oldalon is. Jó, na ez meg is van. Akkor jött a motorcsere. Most már engedni fogja. És akkor szokásosan szerintem már most fel is tölthetünk itt mindent. Várj, ez hűtőfolyadék, az kellene. Igen. Egy pillanatra összekevertem itt a izélő szélvédőmosóval. Azt persze most sem fogom feltölteni, mert csak időpazarlás. Nem, azt nem szoroz semmit. Úgyhogy nem kell. Fékfolyadék az még kellene. A szerva és az olaj pedig szintén meg volt már, úgyhogy akkor ez az utolsó. Ja. Na, a motortér akkor így kész is van, szerintem ezzel nem is kell foglalkozni többet. Jöhet akkor vissza a futómű, de előtte a rugók. Meg a kerekek. Jó, csak az utolsó kerék is már mindjárt kész van. Így ahogy van, szépen. Meg is van, oké. Okay. Basszus, lehet, hogy inkább a hátsóval kellene kezdeni, mert ez egy nagyobb probléma, de most már, ha már elkezdtem ezt az oldalt, akkor ezt az oldalt be is fejezem. És akkor inkább utána gyorsan hátraugrok, és először a hátsó tengelyt fogom megcsinálni. Ezt viszont akkor már teljesen. Ja, várjunk, ráadásul az elsőt addig meg se tudom, amíg itt ez nincs kész, ugye a sebességváltó meg a tengely. Másod még a vége hiányzik. Még innen távol, Jediként, úgy, helyes. Kenobi Bester jól oktatott. És akkor gyorsan most, hát basszus, hogy jobban legyen, akkor faszom már, ha már itt vagyunk ezen az oldalon, akkor legyen. Itt a kamera is erre az oldalra esett, úgyhogy akkor mégiscsak. Aztán akkor a legrosszabb része marad a végére. Na, oké. Okay. Most már tényleg jöhet a hátsó rész.
illetve az üzemek tartályt elfelejtettem megvenni. Jó. Egyik oldal meg is van. Ja, hisz az annyira macerás tényleg ez a hátsó rész, hogy ez hihetetlen. Össze-vissza az alkatrészek fönt, lent, jobbra, balra. Mindenhol. Hoppá, meg megint hiányzik. Gondoltam. Még direkt vettem. Na ne szorakozz már, tényleg, tehát... És egyet vesz? De veszi a kicsit is, akkor mi a faszér? Nem is értem. Miért hiányzik neki? Na, ez is. Basszus, pedig tudja, hogy megvettem mind a négyet. Na, baszki, melyik oldal ez? Ja, ez. Ja, nem, abból vettem kettőt. Nagyon jó. Imádom. Megint elcsúsztunk ott a fétnyerek meg fékbetét vásárlás közben. Viszont... ezzel kész van szerintem az autó, legalábbis. Ahány indító még hiányzik. De szerintem azt majd a motortérből tudom majd, igen. Ja, gondoltam. Nem férünk hozzá alulról. Na, most már kész van. Oké, akkor mehetünk is egy futómű beállításra. Hoppá! Ja, majdnem. Jó, oké, négy piros kijött, az jó. Kettő darab mínusz kettes, egy 275-ös és egy 225-ös. Majdnem a felső is ugyanannyi lett. Az mekkora lett volna. De négy piros kijött. Nice. Egyszer lenne már tényleg négy darab zöld. És hát ez mondjuk négy darab nullás. Már alapból. Az lenne a legjobb. Nem kellene csinálni vele semmit. De ez szerintem egyébként nagyon kevés az esély, hogy olyan legyen. Ha. De fura. Új alkatrészeket. Sőt. Na várjunk. Az ajtókat, azokat ugye a moddal vettem. A lökhárítót hátul, azt viszont nem. De érdekes, mert a csomagtartót is azt hiszem a... Nem, azt is manuálisan vettem. Mi van akkor, hogyha... Most veszek egy motorháztetőt ezzel, csak nem fogom tudni, hogy melyik. Ez a legjobb. Jó, oké, ez igen, levesszük, akkor elvileg ez lesz az első. És ha felrakom, akkor... Aha, de fura, érdekes. Tehát, hogyha moddal veszem az alkatrészt, akkor fekete színben veszi őket mindig. De ha shopból veszem, akkor meg egy ilyen festetlen. Akkor konkrétan ugye... Ilyen festetlen állapotban, ilyen szürkésen. Viszont, hogyha quick
Tehát a moddal veszem, akkor meg lefesti feketére. Érdekes. Na mindegy. Ezt most vettem észre így, hogy különbözött az ajtószín meg a lökhárítónak, ugye, mert ez inkább olyan sötét szürke, az meg ugye egyértelműen fekete. Mindegy, úgyis le lesz festve az autó, hogy normál esetben egyébként semmi baj ezzel. Na, azt mondja. Most vagy megadjuk neki ezt a Factory Blue-t. De hát nézzük meg, milyen festéseink vannak, vagy matricák. Van két darab csík, hát elég szép, csak felirat eléggé szarul van itt. Van egy szürke talán. Van egy fehér. Aha, egy teljes fekete. Az mondjuk nem rossz, de... Aha, és még oldalcsík is. Ó, és ráadásul az viszont valamennyire... Hát valamennyire passzol ugye az ívhez. Ez itt jobb lett volna basszus, hogyha ha teljesen követte volna ezt az ívet így felfele, mert itt viszont úgy látom, hogy nincs. Aha, igen. Hát ugye ott. Ez itt pofás lett volna, hogyha ilyen emelkedően rendesen követi az ívet is. Ráadásul itt meg túlságosan fent van. Meg lefele kellett volna, ezt az ívet kellett volna itt az alsót követnie így fölfele. Aztán így mondjuk idebe. Lámpa fölött. Gondolom itt lehet inkább az volt a cél, hogy a lámpa oldalához kapcsolódjon. Csak így meg itt rontják el. Na mindegy. Jó, ez így. Aztán viszont be kéne állítani megint a Factory Color-t. És akkor szerintem hát egy dupla fekete csík azt úgy el lehet viselni rajta ezzel a sötétkékkel. Nem is filozok rajta nagyon. És meghagyjuk ezt. Erre a szín, ezzel a színen szerintem. Jó, jöhet a Dino. Dobunk neki szokásosan 9 sebességet. Csak hogy meglegyen. Arra az esetre, hogyha kellene. Karburátor nincs, de ECU-t azt tudunk állítani. Van 2 darab nullánk. Nézzük, hogy van egy kettesünk, itt esetleg egy ötös és így egy hatos. Tökéletes. Tagadás elég lassan akart elindulni. Hát ez az. 518 lóerő, de milyen ível van már neki? Hát ez nagyon fura. Főleg az elején. Tehát mint hogyha nem akart volna megindulni az autó. Nem is csodálom egyébként, hogy B rating 308-at kapott. Van benne 518 lóerő, de az eleje az semmi. Tehát az is kurva nagy a differencia. Mint hogyha az első pár fordulat az egy ilyen 60 lóerőn dolgozna, vagy 90 lóerőn. Aztán utána meg így magasabb fordulaton meg már fölviszi a max lóerőt, de hát a lóerőnek ugye fixnek kéne lennie már teljesen nulla fordulattól kb. Bár igazából minél nagyobb fordulat, annál nagyobb ráerő hatás. Ó, várjál, már megint ez a be... Menj már, faszom, tényleg, hogy ezt is folyton megcsinálja. Komolyan, tehát, hogy így... Pedig lemos, kimostuk, kívül, belül, megvolt, aztán alvázjavítás. És ennek ellenére most hiába csináltuk meg az alvázjavítást. Most megint nem fogja szerintem letakarítani. Vagy igen? Hú, most nem lát... De, nem, még mindig koszos, innen látom. És hogyha... Most meg megint... Kimossuk belől, akkor bezzeg tiszta lesz. Ez érdekes, hogy egy-két autónál ez így előfordul. Na, most már kivisszak akkor legalább ide a garázs bejárat elé.
Na, az így már is jobban néz ki, egy fokkal legalábbis. Még szép a műszerfal is, van egy jó kis gép is benne, rádió, az teljesen alap mondjuk. Nem rossz egyébként, ez a beltér sem, olyan tipikus sportos. Na nézzük, hogy mennyit vesz, mennyit megy maximum. Egyébként még az lenne jó, hogyha tudnánk állítani a felfüggesztés magasságán. Tehát ez nagyon meg van emelve ez az autó. Tehát ez majdnem terepjáró magasság, kérlek. Tehát hogy így... Így ez nagyon kapar az első. De mondjuk stabil volt, tehát nem csúsztunk ki egy kicsit se, ahogy elnézem. Nézzük, hatodik sebesség, mindjárt 300 km per óra is van. Nézzük, 330, az még megvesz. 340 az már azért, hát az már nagyon határeset lesz, hogyha azt még megadja. Nem, 35. Lassan fél a pálya. Hát én úgy látom, hogy ez 3.36-nál meg is állt, de szerintem én így el is fogadom, hát ez nem is fogunk tűkelni, mert látszik is benne, hogy hiába van 500 lóerő benne, nagyon erő nincs. A végsebesség az oké, okay, de a gyorsulása az nem volt annyira wow. Szépen fel is borultunk. De viszont a gyorsulás az nem volt olyan, amire számítottam mondjuk. Így egy BFM motortól. Na mindegy. Jó volt egyébként. Azért ez is egy érdekes autó. Bár nagyon kiemelkedő tulajdonság nincs nagyon az autóban. Én legalábbis nem igazán vettem észre semmit. Textúra hiba sincs, szerencsére. Azért mondjuk alapautónál ne is legyen tényleg. Jó, jó ez így. Bár mondjuk igen, ez is megint olyan, hogy kékre van lefestve, de aztán utána kiviszed a napra, és ugye inkább ilyen lilás hatás van benne. Nem baj, mondjuk egy ilyet is csináltunk legalább, úgyhogy azért jól néz ki. És sportos, de még mindig egyébként tisztára egy azért kicsit olyan Toyotás beütés van benne, de hát mondjuk hasonló a két társaság, ugye a Hyundai meg a Toyota. Főleg, hogy szinte majdnem ugyanolyan kategóriás ilyen városi autókat csinálnak. Szóval, ja. De mondjuk ez is egy ilyen közepes, városi és sportautó, főleg, hogy ugye dupla kipufogót kapott. Persze ez is csak egy koppintás autó, de hát, és fogalmam sincs egyébként így hirtelen, hogy az eredeti Hyundai-on, ugye a való életi párjával ott például mekkora, vagy milyen kipufogó van, hogy ott is dupla van esetleg, vagy csak egy oldalas. Érdekes izék is vannak, ilyen kivágott rész ugye a lökhárítónál, vagy a sárvédőnél ugye. Hűtés miatt. De mondjuk jól néz ki, szép lett egyébként, ezt is szépen megcsinálták. Az első lökhárító például kurva jól meg van csinálva. Hogy ilyen nem, van egy kis toldat ugye az alsó részén, ami már alapból a lökhárítón van. És hogy legalább az egész ív mindenhol a körben megy. Tehát ugye elől szépen megindul, ott a küszöb az folytatódik. És ugye a hátsó lökhárítónál is ugye van egy ilyen kis plusz bevágás, ami úgymond zárja a teljes kört ugye minden irányból, úgyhogy azért szép lett. Na, nézzük, hogy mennyiért megy el. Tehát ugye a Ronstelepről vettem, igen. Azt mondja, mennyiért vettük. 4600, az mondjuk nem sok. Viszont alig 80-ért megy el, úgyhogy a Shelby Cobra-val szemben, ahol ugye szinte majdnem ugyanennyiért vettem, ugye ott azt hiszem 4000-ért vettem, kerekítve. Igen, 4075-ért volt azt hiszem, amennyiért vettem, és 100 pluszért ment el. Itt meg csak 80. De hát ez mondjuk azért látszik is. Ugye ez drag ratinges B lett, a Shelby az meg drag rating A-ra kijött, úgyhogy azért itt azért a teljesítmény
az úgy reflektálja, így az árban reflektálódva van, én azt mondanám. Na mindegy, jó ez így, teljesen 80 ezer kredit. Még nem tudom, minek ízérek, amikor 76 millió van már. Szóval, na jó van. Akkor a következő, ha jól tudom, akkor ez egy Chevrolet Stingray lesz, aminek az in-game neve pedig egy Bolt Reptilia. Érdekes elnevezés. Az is, hogy ez egy Car Version S, szóval ez sem egy standard, hanem valami S. Hát, hogy ez mi lesz? Ez egy nagyon jó kérdés. Alvász 18%? Hát... Azt megint vitatnám egyébként, tehát ez megint vizuálisan nem mondanám 18-nak. Bár, fasz tudja. Lehet, hogy itt nagyon beleszámít most itt az a hátsó, mert ugye ez is itt ugye nem csomagtartó vagy ilyesmi. Például itt egy csomagtartónak nincs is ajtaja, meg ahogy elnézem, szinte semmi. Bár nem értem, hogy miért nincs, mert a csomagtartó csak kéne, nem mond nekem azt, hogy ez itt egy üreges semmi. Ugye a motor az ugye ott van elől, tehát... Érdekes. Bár furcsa, hogy ott is vannak ilyen szellőző nyílások a hátsó részen. Na mindegy, bár szerintem itt hátul biztos, hogy van valami csomagtartó rész. Mondjuk, hogyha... izés. Bár szerintem ezekből is van ugye hardtopos, meg ugye ezek a kabrió jellegűek, és lehet, hogy mondjuk a tető, mert azt hiszem olyan is van egy elektromos tetős verziója, vagy olyanra meg lehet csinálni akár custom rendelésben anno, ugye most már szerintem nem gyártják az autót. Na mindegy, ezt az autót megnézzük akkor a következő videóban. Eddig is, sziasztok!